elköszönt az egyházközségtől Koza József prépostatya. Bővül a Csányi tejgazdaság. Idén a NAV kéri a súlyadót. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV friss híreit látják, is Balázs Levente vagyok. Koza József prépostatja 16 éven keresztül vezette a 60 belváros római katolikus egyházközséget, lelki útmutatást adva az Istenhez forduló híveknek. Az atya úgy döntött, hogy az egészségi állapota miatt április 12-től nyugdíjba vonul. Búcsú miséjén a hívek tiszteletüket és hálájukat fejezték ki az atyának. Lezárul egy korszak 60 életében. Április 11-én, az irgalmasság vasárnapján újra megtelt a 60-i belvárosi Szent Adalbert plébánia templom. Az egyházközség több tagja jelenlétével tiszteletét és háláját szerette volna kifejezni a nyugdíjba vonulása miatt búcsú miséjét tartó Koza József prépostatyának. Az ünnepi szentmisén Koza atya háláját fejezte ki a 40 évnyi papi hivatásáért, melyből 16 évet 60-ban töltött. Elmondta, mindig lelkiismeretesen készült a szentmisékre. Mindig úgy készültem, hogy elsősorban magamnak prédikáltam, magamnak mondtam azokat. Mégis volt, hogy megjegyeztétek, hogy jaj, atya, nekem beszéltél. Nem. Magamnak beszéltem, csak rád is, ugyanaz érvényes, mint rám. Hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akiben, ha észrevesszük Jézus Krisztust, hogy bennünk lakik, akkor tudunk együtt dolgozni, vagy tudunk együtt élni, családon belül is, meg egy nagyobb közösségben is. Szívesen emlékezett vissza a közösséggel együtt megélt eseményekre, kirándulásokra. Mint mondta, mindvégig igyekezett átadni, mekkora jelentősége van a Jézus Krisztusi szeretetnek. Felhívta rá a figyelmet, mekkora jelentősége van, ha a szeretet él a szívünkben, a családokban, a közösségünkben, minden emberben. Vírus ide vagy vírus oda, családon belül, ne vonjátok meg magatoktól a szeretetet. Igenis, tessék átölelni a gyereket, a feleséget, a férjet. Igenis, tessék. Nem szabad, hogy ez szétszakítson minket, mert látjátok, ezt mondtam az előbb is, ha nincs szeretet, akkor szétszakadunk. Akkor közénk áll egy fal, és a vége az egésznek. De ha van szeretet, mindig a szeretet bontja le a falakat. Az irgalmasság vasárnapján elmondta, szeretet nélkül szétszakadnak a családjaink és közösségeink. Éppen ezért a legfontosabb az irgalom, a megbocsátás és szeretetre való törekvés. A Szent Mise végén az atyától elbúcsúztak az egyházközség fiatal tagjai, közvetlen kollégái is, akik Mátyási Gábor festőművész alkotását adták át az atyának. Búcsúztató beszédében Szabó Zsolt országgyűlési képviselő megköszönte Koza atya 16 évnyi szolgálatát az egyházközségért, és tevékeny alkotó munkát kívánt neki a nyugdíjas éveiben. Én hiszek abban, hogy amikor egy időszakot az életben lezár az ember, akkor mindig egy építő, egy jobb időszak fog következni, és abban biztos vagyok, hogy te is ilyen vagy, hogy a jövőt fogod építeni továbbra is. Mindig úgy emlékszem rád, amikor a parókiára jöttél kifelé, hogy sietve mentél és intézte a dolgot. Mindig volt mit tenned, volt mit végezned. És ez a jövőben is így lesz, ebben is biztos vagyok. Koza József atya szeretettel és hálával köszönt el. Megkérve a híveket arra, hogy a szeretetet ne zárják be. Adják tovább egymásnak. Hozzátette, továbbra is imádkozni fog 60-ért, a közösségekért és a családokért. Az általános iskolák nyitásával újraindul az iskolatej program is. 60 körzetében 13 általános iskolában részesülnek a gyerekek a Csányi tej legjavából. A településen bővítik a Kecske farm állományát, a tejfeldolgozó üzemben pedig egy új csarnokot építenek.
A korábbi 200 kecske mellé ezúttal egy nagy csapat fehér kecskegida lesz a biztosíték rá, hogy idén is lesz bőven kecsketej és belőle készül tejtermék a térségünkben. A kecskefarmon a nőstény gidák még tejporból készült tejen élnek, már elválasztották őket az anyjuktól. Fokozatosan szoknak majd át a szemes takarmányra, s válnak tejet adó anyakecskévé. Szálentáli kecskéket szeretnénk tovább tenyészteni majd, ezért szálentáli bakokat telepítettünk a farmra. Ennek köszönhető most, hogy rengeteg fehér kiskecske született az idén, kb. 120 fehér kiskecske szaladgál itt kint az udvaron. Március, illetve január végétől kezdtek születni, és egészen március végéig tartottak a születések, a kecske születések, illetve az ellések. A tápláló egészséges kecsketejet a Csányi tejüzemben dolgozzák fel. A beszállítástól egy egész napos folyamat eredménye a késztermék. Kaphatóit pasztőrözött és nyers tej, valamint többféle tejtermék is. Van a iskolatejprogramunk, ami takarja, ugye az iskolánkhoz szállítjuk a tejtermékeinket, kakaó, csokis tej, előállítása, sima tej, amit poharazunk nekik, és joghurtok különböző ízesítésekben vannak. Ezek utána másodszorban megmennek sorba a sajtkészítéseink, joghurtok ugyanúgy eladásokra. Itt vannak megtalálhatók ezek a többféle sajtjaink. Különféle ízesítési joghurtok mellett készítenek még natur, lilahagymás, mediterrán és magyaros ízesítési gomolyasajtot, trapista, félkemény és kékpenészes sajtot is. Rendelést a Csányi Tejüzem közösségi Facebook oldalán vesznek fel. Az önkormányzat további fejlesztési forrást nyert egy belügyminisztériumi pályázat támogatás révén, amivel tovább tudjuk építeni a Csányi Tejüzemet. A meglevő 200 négyzetméteres épület mellé egy újabb 300 négyzetméteres épület szárny fog épülni, amivel azért sokkal jobban tudunk már gazdálkodni. 200 millió forintból egy jóval nagyobb készáru hűtőt, szárazanyagraktárat és érlelőkamrát építenek a nagyobb gyártótér mellett. A technológia fejlesztésével pedig hosszabb szavatosságú tejtermékeket tudnak majd előállítani. A korábbi évektől eltérően idén már a NAV számára kell befizetni a gépjárművek után fizetendő súlyadót. Aki ezt még nem tette meg, április 15-éig még megteheti, utána szankciókra számíthat. Aki nem kapott csekket, banki átutalással egyenlítheti ki számláját. A gépjárműadóval kapcsolatos adózási feladatokat idén már a Nemzeti Adó és Vámhivatal látja el. A NAV megbízása alapján február közepétől kézbesítette a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Sokan azonban nem postai úton, hanem az ügyfélkapun keresztül kapták meg a határozatot. Az adó első részletét április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell majd befizetni. A gépjármű üzemben tartóknak továbbra is csak egy teendőjük van, befizetni az adót. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjárműzemben tartó érintett. A fizetendő adóról, az aktuális határidőkről és az új gépjárműadó bevételi számláról szóló határozatokat ennyien kapták meg. A gépjárműadó első részletét a korábbi években március 15-éig kellett befizetni, erre most ebben az évben április 15-éig kell sort keríteni. Aki csekket kapott, könnyebb helyzetben van, hiszen a csekkre írt összeget kell befizetnie. Aki csak határozatot kapott és csekket nem, annak viszont saját magának kell a felfelé kerekítést elvégeznie, és az így kapott összeget kell utalnia. A számítást, az adó kiszámítását forintra pontos összegben kell megállapítani. Viszont az adózás rendjéről szóló törvény úgy szól, hogy a NAV-nál nyilvántartott adókat, így a gépjárműadót is 1000 forintra kerekítve kell megfizetni. Tehát a kerekítés az általános matematikai szabályok alapján történik, így tehát 499 forintig lefelé, 500 forinttól pedig felfelé kell kerekíteni. Azok, akik elfelejtik határidőre befizetni a gépjármű után fizetendő adót, vagy elveszítették a csekket, a NAV ügyfélszolgálati telefonszámán kérhetnek új csekket, illetve kérhetik a késedelmes befizetés utáni pótlék, akár részletekben történő megfizetését.
A 60-i KSSF férfi felnőtt kézi csapata ezúttal a debreceni Deac ellen lépett pályára a hétvégén. Fél időben még döntetlenre állt a játék, azonban a második fél idő végére 3 góllal alul maradtak a debreceniekkel szemben. A 60-i férfi felnőtt kézisek debreceniekkel játszott mérkőzésén is kiderült, valami van, de nem az igazi. Kiegyenlített első félidőt és harcias 60-i játékot követően a szünet után fölénybe kerültek a debreceniek. Az akarat megvan, de én abban látom a legnagyobb problémát, hogy maga a hétközi edzéseken is, ez általában egy 8-an tudunk, 6-8-an vagyunk, aznál pedig nem lehet érdemi munkát végezni. A hajrában egy gólra még sikerült felzárkózniuk, de nem tudták megfordítani az állást. 29-32 lett a vége a debreceniek javára. Bárány Zsolt csapata egyelőre az utolsó a tabellán. Nekünk erre a meccsre is, ugyanúgy, mint a múlt héti, egy héttel ezelőttire is nagyon nagy szükségünk lett volna a 2 pontra. Úgy látszik, a szegény embert nem csak az ák, hanem nem is tudom még mi húzza. Tehát itt azért ez nagyon komoly hátrányokban kell indulnunk itt a többi csapathoz képest. Nem tudom, szerintem el fogok menni templomba, ha egyszer egy teli kerette kibírok állni. A 7. tavaszi bajnoki mérkőzésükön 4. vereségüket szenvedték el. Innen lesz szép a győzelem. Legközelebb erre a balassagyarmatiak ellen adódik lehetőség április 18-án. A felnőtt női kézisek idegenben a Kazincbarcikaiak ellen léptek pályára, akik ellen magabiztos játékkal a félidőben 1 gól volt a különbség az ellenfél javára. A végeredményben viszont döntetlen lett az állás 24-24-jel. Kulcsa volt a mérkőzésnek, hogy türelmesen játszunk, hiszen nagyon régen volt bajnoki mérkőzés, 3-4 hete is. Próbáltuk az edzésen modellezni ezeket a gyakorlásokat, a mérkőzés szituációkat is, de azért a sportforma az azért olyan, hogy annak azért vissza kell rázódni, vagyis abba vissza kell rázódni. Úgyhogy itt a végén egy picit elkapkodtuk. A csapat legközelebb április 18-án Füzesabony ellen lép pályára. Köszönöm figyelmüket, friss híreinkkel legközelebb pénteken találkozhatnak. Viszontlátásra! Szerdán sok lesz a felhő felettünk, elszórtan lehet esőzápor, erős lesz az északi szél, 4-7 fokra számíthatunk. Csütörtökön délután ismét többfelé lehet esőzápor, az északnyugati szél továbbra is erős lesz, kora délután 6-9 fok várható. Pénteken napos és felhős időszakok váltakoznak, számottevő csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7-10 fok között alakul.